vizsgáljuk meg, hogy vajon a csengő hangja, ami hát normális levegőn, légnyomáson egyértelműen hallgatható, az vajon a vákumbúra alatt, a vákumban tudja ezt a hangot, illetve hát pontosabban arról van szó, hogy a levegő vajon tudja a hanghullámokat közvetíteni, akkor is, hogyha nagyon ritka, mert Isten nincs is ez a levegő, tehát a vákum képes-e a hanghullámok továbbítására. Betesszük ezt a csengőt, úgy a vákumot nyilván bekapcsoljuk, szépen halljuk a hangját, hiszen a levegőben a hanghullámok terjednek, fülünk ezt érzékeli. Ha rátesszük a búrát, már egy kicsit halkabb hangot hallunk, hiszen a búra nagy tömege révén viszonylag sok hanghullám terjed, és ezáltal kint kicsit tompább hangot hallunk. És nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, hogyha a levegőt kiszivattyúzzuk a búra alól, és ezáltal vákumot hozunk létre, és a hangnak a vákumban kell terjedni. Közben elzártam a szelepet, ezáltal biztosítottam a nyomás, csökkentett nyomás állandóságát, leveszem a csövet, és hát egyrészt föl lehet emelni ezt a búrát, magyarul a levegő nyomásra ezt összeszorítja, másrészt pedig azt halljuk, hogy nem hallunk semmit, a csengő hangja nem hallatszik. Most óvatosan ki fogom engedni a levegőt, többször behallgatózunk a csengő hangját megpróbáljuk hallani. Jó, egy kicsit ezáltal a nyomást megnöveltem. Valami kis gyenge hang hallatszik is. Engedek még bele levegőt. És akkor már a csengő hangját az eredeti hát hangerővel halljuk. Ha levesszük a búrát, a csengőről, akkor pedig a szokásos ismert hangerőt tapasztaljuk. Összefoglalva, a hang terjedéséhez közvetítő közeg szükséges. Ebben az esetben a levegő hiányában a hang nem tudott terjedni, ezért nem hallottuk.